Üdvözöllek benneteket a BS YouTube csatornáján. Mint a videó címében meg kiderült, ugye a térképolvasás, térképismeretek lesz a mai téma. Ezt a videót nagyon régen szerettem volna elkészíteni, de történt egy érdekes dolog, amikor is valamit valahol egyszer kérdeztek tőlem, és nem tudtam rá a választ. Idézőjelben kellett volna tudnom, de nem tudtam rá a választ. Ezért úgy döntöttem, hogy hoppá, itt még valami baj van, ennek nincs itt az ideje. És onnantól kezdve elhatároztam egy pont, amit eddig tudok, mindent félreteszek, és újra kezdem az egészet. Újra kezdtem ezt az egészet az alapoktól. Rengeteg online felületet bújtam, rengeteg videót néztem, ismerősöket zaklattam, akiket tudtam, hogy értenek hozzá. A másik dolog, hogy én nem találtam sehol egy normális, értelmes magyar nyelvű magyarázatot ezekre a dolgokra, úgyhogy úgy döntöttem, hogy én most ezt így elkészítem. És nem tudom pontosan, hogy 2 vagy 3 részes lesz ez a videó, hogy ne legyen túl hosszú, de az első dolog a térkép ismereteknek az alapoktól kezdjük, ugyanis minden egyes térkép majdnem nagyon pontos, részletes leírással rendelkezik, jelmagyarázatta, és különböző dolgok vannak feltüntetve. Itt van egy budai térkép, budai hegység térképe a kezembe, ez egy 1 a 25 ezerhez, ez a léptéke. Valamint van egy jelmagyarázat a térképen, és csak úgy tudunk térképen navigálni, térképet olvasni, ha az alapoktól minden egyes részletet megtanulunk. A térképünkön az is fel van tüntetve, a lépték, ugye itt ezen a térképen az 1 a 25 ezerhez, ami a térképen 1 centi, az a valóságban 250 méter. Azt úgy is ki tudjuk számolni, hogy az utolsó 2 darab nullást levágjuk belőle, tehát a 25 ezerből levesszük a 2 darab nullást a végéről, akkor 250 méter marad. Ez érvényes a 40 ezeresre, az 50 ezeresre, 100 ezeresre is. Valamint az is fel van tüntetve, hogy a hegyek, dombok körül az alapszintvonal az hány méter, jelen esetben itt nálunk 10 méter. Ezen a térképen, sőt a térképeken, ami nincsen a jelmagyarázba feltüntetve, hogy miként magyarázzák a különböző magassági szinteknek, ugye vannak kúpok, vannak hegycsúcsok, vannak tetők, azok a fensíkok, vannak völgyek, hegyhátok, vannak pihenők, letörések, hegynyergek, vannak hegygerincek, meg hasadékok. Na, ezeknek a jelmagyarázata nem tűnik fel, ezeket külön kell megtanulni. Valamint a szintvonalaknak a jelzésében tudunk olvasni, minél közelebb vannak a szintvonalak egymáshoz, annál meredekebb az a hegyoldal, minél távolabb vannak a térképen rajzolva a szintvonalak egymástól, annál lehetősebb, annál járhatóbb, még ha nincs is ösvény rajta. Általában minden ötödik vonal, az egy picivel vastagabban van jelölve, azok az alapszintvonalak, és hogyha nagyon részletes a térképünk, akkor ott már vannak ilyen segéd vonalak is, amik ugyanúgy a hegy körül szaggatva vannak megrajzolva. Jelen esetben itt az 1 a 25 ezeresben nincs. Azokat, amit az előbb felsoroltam, nem mindegyiket tudom megmutatni a térképen, de azért egyet, kettőt, hármat azért találunk, például kúpot meg fogok tudni nektek rajta mutatni, meg fogok tudni nektek mutatni horhást, tehát ilyen szakadékszerűséget, völgyeket meg tudok mutatni. Valamint, ugye említettem a színeket, kék vonalakkal a turista térképen a vizet jelölik, folyók, patakok, ez függ, hogy milyen széles, milyen vastagsággal húzzák, tavak. Ugyancsak barnával jelölik a turista utakat, de azokon rajta vannak a jelzések, a kék, piros, sárga, meg a zöld jelzések, meg ezeknek a különböző változatai. És az alapszint vonalakat is ugyanúgy a dombok körül barnával, de picivel halványabb barnával, és akkor a közötti vonalak egy picit még halványabb barnában vannak jelölve.
És akkor most a térképen megmutatok nektek egy pár dolgot. Kérem tisztelettel, Pilisboros Jenő fölött már rögtön találunk is egy hegytetőt, egy fennsíkot, egy 275 méter magasságú, és látjátok, hogy bár itt van egy pici-pici csúcs, de nagyjából a legtetén a szintvonal, ez egy nagyon lapos, és utána úgy mennek lejjebb-lejjebb a szintvonalak, így ábrázolják a pihenőket is. Itt van a csúcs, és itt van egy pihenő, de ha ez a pici csúcs itt nem lenne, akkor lenne fennsík. De mivel ez a csúcs ez olyan pici, hogy ez inkább ez is egy fennsíknak lehet nevezni, de nem is annyira lényeg. Körülbelül így ábrázolják a fennsíkot. Ha egy picit áthelyezzük a dolgokat, itt látható a Vadaskerti hegy, az elég hosszonti, ez egy hegyhát. És nem messze tőle, itt van egy picivel lejjebb a Nyéki hegy, és nem messze a másik fontos dolog, amit nézhetni, ez egy horhás, ez egy vízmosás, ami helyenként elérheti akár a 10 méter mélységet és 10 méter szélességet. Jelen pillanatban most szakadékot nem tudok mutatni. A szakadék is majdnem így van ábrázolva, annyi különbséggel, hogy a felső fele is így vissza összekötődnek a szintvonalakkal, tehát jobbról is, meg balról is, hogyha összekötődnek, és közötte van ez a bemélyedés, az egy szakadék. Jelen pillanatban ez csak egy horrás, ez egy vízmosás. Valamint még keresek egy dolgot. Itt látható az erdőknek a jelzése. Jelen pillanatban itt a látóhegy környékén ez egy fenyőerdő. És itten megy fölfele ez a szaggatott vonal. Ez egy ösvény, és ezek a visszafele ívelt szintvonalak, ezek jelzik itt a völgyet. Tehát itt van egy völgy. És akkor már csak egy olyan hegyet, dombot keresek, amelyiknek az egyik fele nagyon, nagyon meredek, járhatatlan. No, itt látható a táborhegyi szintvonalak. Jobb oldalra nagyon sűrűen vannak egymáshoz, míg a másik oldal felé távolabb vannak. Ez azt jelenti, hogy itten ez az oldal, ez nagyon-nagyon meredek. Biztos lehet mászni rajta, mászható, de nem érdemes. Inkább megkeressük ezt a völgyet, és itt a völgybe szépen föl tudunk menni. És végezetül, amit még szeretnék nektek mutatni, a Biai hegy, 316 méter a csúcsa, és mint látható, hogy itt egy másik csúcs van 315 méterre, és a két csúcs két különböző szintvonalla van meghúzva, de az utána lévők azok már egyek, ez egy hegy nyereg. Tehát ezeket így azonosítjuk, vagy hegy nyereg. Itt mellette nem messze, itt is található egy hegynyereg, két szintvonal, és utána már megint egyek a szintvonalak, ez két különböző csúcs, közötte ott van a nyereg, ezek a hegynyergek, valamint találtam egy kúpot is, ami csak egy sima. Ez egy 34 méteres magassággal, és ezeknél már majdnem arányosan oszlik szét a távolság a szintvonalak között, ezt hívjuk kúpnak. És egy-két dolgot sajnos nem találtam meg, de ezekre majd egyszer, talán máskor, más ábrázolással, vagy az is lehet, hogy bevágok a videóba egy-két olyan fényképet, ami külön csak ezekre
irányul, hogy melyikek ezek. Első körben úgy gondolom, hogy ezek lennének egyek az alap dolgok, amiket meg kell tanulni. És amikor ezekkel tisztában vagyunk, csak azután folyamodunk a terepen a gyakorláshoz. A második részbe majd valamikor, majd terepen megnézzük, hogy hogyan tájékozódunk terepen térképtájoló segítségével, megnézzük, elvégezzük az előremetszést, oldalmetszést, hátrametszést, valamint az irányt határozzuk meg térképről terepre, és ez fordítva terepről, hogyan visszük át az irányt térképre. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, a legközelebb. Sziasztok!